az ide nyitott pincék, ugye, hát a születi nap ugye nyitott pincék módján lesz megoldva. Egy kicsit más, mint az eddigiek. Hát a tavalyi példából, tehát a tavaly már egyszer ezt így végig vittük. Igyekszünk addigra ebből a rozéból, amit holnap születelünk, egy meghosszolható tételt összehozni, tehát ha még nem is lesz forgalomba, de már meg lehet a pincére kóstolni. És lesznek gyöngyözőborok, kétféle gyöngyözőbor, akkor a tavalyi rozék, fehérborok és a hagyományos érlelt vörösborok, kadalka, kékfrankos, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Shiraz, de Sangiovese is a kínálatban. Hogyha nagy meleg van, akkor inkább azok a borok, amiket a hűtőből veszünk elő, azok sikeresek. Hogyha hűvösebb van, akkor a testesebb vörösborok fogynak inkább. Mindegyikből van elegendő, úgyhogy legfeljebb gyorsan tudunk változtatni, mert itt van helyben a bor. Ha kell, akkor címkézünk le, mert címke nélkül vannak a pincébe, hogy ne menjenek tönkre a pince klímába, hogy a címkék ne legyenek olvashatatlanok, és gyorsan tudunk alkalmazkodni a kereslethez. A fiatalok majd a zenét szolgáltatják ilyen kis bluetoothos erősítővel. Ugye nyilván a társaság összetétel, akik éppen akkor itt lesznek, hogy senkit ne bírjon távozásra a zene, mert ugye hogy igyekszünk olyan zenét, ami az ott lévő társaságnak éppen megfelel. De nem gondoltunk ilyenre, hogy valami zenekart jövünk. Étel az lesz, a poharas faloda fogja az ételeket készíteni. Ha alkalmas lesz idő, akkor elég sok adat ki tudunk venni, akár 100 fölötti vendég is lehet egyszer. Hát ha hűvös lesz, vagy esetleg egy kicsit esős, akkor 100 alatt lehet. Tehát ugye ez mindig abban a pillanatban dől el, amikor megkezdjük a 4 napot.